26 büntetés. Azért ülj mellé, hogy nem hazudok. Akarnak. Azért ülj mellé, hogy nem hazudok. Azt hittétek, hogy hazudok. Egész vettem, van nálam egy... Egy büntetés? De nem az. Tudom, hogy utáljátok a parkolásaimat. Nehogy utáljátok! Órákon át tudjuk hallgatni. Én minden parkolást befizetek, kivéve ami jogtalan. De azt hogy állapítod meg, hogy van egy jogos, meg három százszúz jogtalan? Ez nem ez akarok, amióta ti beszéltetek, nem akarom elmesélni. 10 évvel ezelőtt valahol parkoltam, szerintem rossz volt a... Ezt... Miért keresnek téged 10 évvel? Szerintem rossz volt az automata. 10 évvel azt tudjátok, hogy egy idő után törölték a büntetést, igen, akkor kidobta az ember a papírokat, utána visszaállították a büntetést. Nem, mert te ravasz vagy. Nem, ez már az új. Most kaptam meg a végrehajtást. Na. Azért ülj mellém, hogy nem hazudok, de én olvasom föl, jó? De ha melletted ülök, akkor nem hazudsz. Látod, látod. Én nem megyek meg a bíróságra, ez tehát, már részes. Szerintem ti nem is a Kresszről akartok, már nem ti vonzottak. Tehát ez egy 10 éves büntetés, 2000 forint volt a büntetésem. Igen. Elmondom, mit kell befizetnem. És most mennyit kell. És ellenőriz, hogy jó, nem hazudok-e. Igen. Tőke 10.240, tőke kamatai 2.448, perköltség 14.350, készkiadás 9.500 forint. Micsoda? Általános költségáttalány 1.000 forint, egyéb költség 6.875, állami illeték 5.000, munkadíj 4.000, költségáttalány 2.000, jutalék 3.891, esedékes 59.304, azt hittem ez a vége, nem? Itt nem. Folytatódik. Végrehajtónak 5.500 plusz áfa. Hát nem lehetett. Tehát összesen 60... És ne haragudj, Teddy, azt még nem láttam. Várjál, Teddy, 2.000 forintból lesz, igen, 62.000 forint. Igen. De hát... És a Mimi még ide írta, hogy Teddykém, ha úgyis veszel ki pénzt, kéne egy új cipő, csak ez nagyon pici lehet. De Teddy, hát így azt kérdezem, hogyha mondjuk 10 év után megtalálnak, meg kidobták meg minden, és azt mondja neked mondjuk ez a végrehajtó, aki kiküldi a papírt, meg az állam, hogy Teddy bácsi, nem baj, hogy ezt mondom, mert fiatal állam vagyok, még csak 10 éves, vagy 20 éves, azt mondja, hogy 2000 forinttal tartozik, fizessen be, mert eltelt 10 év, 5000 forintot, akkor azt befizeted, nem? Mert azt mondod, hogy ő lehet... Nem olyan vészes, bár a duplája, tehát 102%. De az sem fizeti be. Hát a Teddy hát, nem, mert ő egy makacs ember. Én mondjuk befizetném. Na de hogy 62.000-et 2000 forintra? Nem mindegy, az melyik lóversenyen adnak ilyet? De 10 év után. De mi az, hogy egyéb járulékos költség? De azt ugye tudod, ha 10 évvel ezelőtt ellopok egy gyárat, az elévült. Igen. Ellopom a lévat, az elévült. A fenébe, akkor gondold azt, hogy elévült. Teddy, nem lehet? Nem lehet, ki kell fizetni, mert megterhelik a lakásodat, az autódat, ha szerencséje van a feleségét. Figyelj, én elmondom, visznek mindent, Teddy. Én elmondom, hogy ezt hogy lehet megúszni. De egyetlen egy módszer még mindig van. Egy 2 hónapig nem jössz ebbe a műsorba, egy kicsit csendben vagy. Utána a heti válaszban egy nagy interjú arról, hogy gyerekkorodban a templomi élmények... Utána vársz 2 hetet, feltűnsz a Millenárison egy évértékelő beszéddel. De még akkor se beszélsz semmit, csak csendben vagy. Esetleg ez így nagyon finoman ott van így nálad, és ülsz. Következő ilyen gyűlésre elmész, akkor már bólogatsz, amikor a nagyfőnök beszél, és utána már tényleg csak annyi a dolgod, hogy egy színpadon álljál, és így kell csinálni. Egyébként, ha... Még lehet, hogy kapsz bónuszként egy színházat is. Na most eddig, amiben beparkolhatsz a kocsiddal, amikor neked tetszik. Első részletben. Egyébként, ha nem viccelünk ezzel, akkor ez azért hülyeség, mert ahelyett, hogy évekkel, évtizedekkel ezelőtt leraktak volna sorompókat, amiért fizet, igen, az, aki bemegy a városba, ehelyett az, hogy a Teddy ugye egy ilyen álparkoló, vagy nem tudom, hogy nevezett, egy parkolási szélhámos, ezen az elmúlt parkolási évben, oligarha. Ezen az elmúlt évben 5-10-15 embereknek 10 évig a Teddy adott munkát, hiszen aktákat tologattak, közalkalmazottak, iktatták, bevették, visszaküldték, jó, folyósítványolták. Hát ez ad munkát embereknek, különben mit csináltak? Gondolom, volna? Hogy a végrehajtó nő, aki kiküldte a papírt, már úgy leadta az ügyfeleknek, hogy mindjárt gyerekek, a Teddy mindjárt utalni fog, osztozunk, nagyon-nagyon nagy sereket. Ez már végrehajtó.
helyes papír. Nem menjünk tovább? Én azt szoktam csinálni egyébként. Nem, mert olyan jó másban még ha igazságtalanul meg... A múltkor engem igazságtalanul megbüntettek, de nem tudom bizonyítani, hogy igazságtalanul. De mi volt az, hogy igazságtalanul? Mert az volt, hogy megálltam egy helyen, és vettem mobillal parkoló jegyet. És akkor bementem a megbeszélésre, ami volt, és láttam, hogy jön a válasz SMS, ami hosszú szokott lenni, és az van benne rohadt kis betűvel, hogy tájékoztatjuk, elindult. Hát kiolvassa azt végig. Leültem, te végigolvasod. És amikor kijöttem, akkor láttam, meg vagyok büntetve, megnéztem az SMS-t, és nem erről tájékoztattak, hanem tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás jelenleg nem üzemel, és megkérjük arra. Tehát ugyanolyan hosszan, és ők szóltak, hogy az nem üzemel, de én ilyenkor azt csinálom, hogy akkor még csak 4000 forint volt, ha aznap befizetem, és azt mondom, hogy én akkor inkább 4000-et fizetek, viszont ezzel megvásárolom magam a jogot, hogy az anyjába elküldöm, akivel találkozok. Tehát én bemegyek, és azt mondom ilyenkor a kisasszonynak, hogy nyilván nem maga tehet róla a kisasszony, hiszen ön csak ugye itt ül ennek az alján, mivel nem tanult eleget, de azért azt ugye tudja, hogy magának is az édesanyját azért ez. És akkor így kiélem magamat ebben. Én is ilyen telefonos vagyok, de én úgy, hogy egy összeget nekem egyszerre be kell fizetnem, és akkor én kapok arról SMS-t, hogy nekem az elfogyott. És akkor kapok, hogy alá ment a pénz, a limitem alá, igen, és most fizessek be. Most befizetek, hazamegyek, átutalom a pénzt, és az legalább két napig nem jelentkezik. Az, de már nincs az én számlámon, hogy az hol van. Hogy ott van a Simor Andrásnál. Pénz, ami így, hogy tudod, mit csinál vele a Simor András? Megfogja a hóna alá, és megy vele az offshore-ra. Így röhögve, dobálja a bincsen. Ott van a pénz. És amivel ne, amit már nem tud az örömlányok hátára szétrakni, azzal tud, mit csinál? Azt elküldi a Gyurcsánynak, aki a hasáról a kaviárt így letörli. Azt mondták, hogy ez a zsíró, de hát mondtam... Zsíró, ne zsírózzunk, kérem, ne zsírózzunk. Ez nem mindenre megoldás. Ez a zsíró, de miért két napig? Ez annyira izgat engem. Ott vannak a pekulánsok, nem? A pekulánsok pekulálnak rajta. A minap alakult.